Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Silent Hunter harmadik részének folytatása, az LSH mod csomaggal. Támadás kellős közepén vagyunk. Két moszkító, kisebb károk. Nem biztos, hogy jó ötlet volt. Nem biztos, hogy jó ötlet volt. Sőt, egyre valószínűtlenebb, hogy jó ötlet. Okay. Csak meg se kaptuk. A saját erőből csapódott be. We're taking damage, sir. Remek. Na, fedélzeti fegyvert elbuktuk. Watch crew on deck.
Hát ez nagy gáz. Mit ne mondjak, nem így terveztem. Ezek a moszkítók elég kemény ellenfelek. Főfedélzet, főfegyver elpusztulva. Remek! Haladunk fölfelé, a terv az a szovjet hajók piszkálása. Majd valamikor elvileg lesz egy ilyen küldetésünk. Hát most már nem úgy néz ki, hogy ez egy jó kör lesz ez ügybe. Jó esélye, rengeteg embert elvesztettem, nem tudom, hogy meghaltak-e, vagy csak sérülési érdemrendet érdemelnek ki. Sebesülési érdemrend, de hát kemény. Ahhoz, hogy nem volt jó ötlet, hogy megpróbáltam használni a flakkot. A gép sokkal jobban használja azt, mint magam. Főleg gyors. Közepes, de még velünk egy sebességű hajóról van szó. Ilyen értelemben gyors. Nem tudom, hova kell menni az ügyben a szovjetek piszkálására. De felteszem valahova, ide az Atlanti, a északi-tengeri konvojokhoz. Hát lehetett volna szebb és jobb kör, főleg ha legalább a hajót megkapom, vagy a repülőt megkapom, amit lelőttünk. Hát ez elég gáz volt. Eddig nulla hajó. Sérülés. Az az egyik legrosszabb körünk lesz, ha valami egyebet nem tudunk prezentálni. Meglátjuk. Ebből csak jobban lehetett volna kijönni leginkább. Nulla hajó, nulla repülő, és sok-sok sérült. Hát ez elég gázos. Hogy úgy mondjam, gyászos. Sajnos pont a támadás közepén ugrott rám, úgyhogy még csak nem is tudtam rendesen fölkészülni rá. Na hát, meglátjuk. Mire megyünk. Túl sok üzenetet nem kaptunk ezzel a szovjet akcióval kapcsolatban. Köd jön, megy.
No. Lassan egy hét eltelt. Köd. Újra. Az biztos segít. Próbálok ebbe irányba venni, reménybe, hogy jó irány. Ajel. Nem tudom, hogy hova kell mennünk. Adjon üzenetet, aztán tudok mozogni az alapján. De a 10 napja semmi. Na. Dithmarschen is ellátóhajóhoz menjünk. Oké, van még egy, de azzal sem vagyunk kisegítve. Ez csak kóricálás a semmibe. Pazarlás az üzemanyagnak, meg a hajónak. Félek, ebből már se jó kör nem lesz, se egészséges. Jó néhány főt el fogunk veszíteni. Hát ez van. Véget értek a jó idők. Egy random repülő már veszélyes ránk nézve. Korábban simán le tudtunk lőni 3-at, 4-et. Massive Task Force, na azt mondjuk érdemes lenne megcsípni. Arra azt mondom, 7 csomóval halad, elvileg elé tudok menni. Abban lehet egy jót fogni, ha van egy érdekes hajó a belsejébe. És persze, ha nem kanyarodik sehova. Nem folytatja jelenlegi útvonalat. Szem itt van, itt van. Oké. Merüljünk alá, hát ha halljuk. Mary, 281, Long Ridge.
Task Force-ot mondott. Oké. Kidugjuk a periszkópot és reménykedünk. 2.80-on. Hát eléggé haragos idő. Hajók, de... Sok-sok-sok C2. T2-es tanker. Task Force alatt én mondjuk komolyabbat vártam. Itt nem mondjak. Hadihajókat, meg ilyesmi. Mondjuk a T3-as tanker az már jól hangzik. Plusz egy konvojba lévő romboló.
marad a T2-es. Tanker, a másik. Eddig jól állunk. És az is meg lehet, az a C2-es. Hát ez túl közeli volt. Inkább erre kellett volna, vagy ráküldeni a tankerra, hát ha. Négy hajót indít, öt torpedó, három hajó. Az nem egy rossz felállás. Ennél láttunk már sokkal rosszabbakat. C2, T2, meg egy romboló. Egy torpedónk akár lenne. Ez tényleg arról szól, hogy most mi már innen sipircelünk, de nagyon. Föl a normál magasságba. És nagy távolságba távolodó hajók. Bármennyire is jó lenne egyiket, másikat még meglőni, mivel az távol nem érdemes távolodó hajókra kísérletezni. Ez csak annyi, hogy tudjuk, hogy messze vannak. Két elektromos, két hagyományos. Nem feltétlenül a legjobb leosztás, de ez van.
Valószínűleg egyébként majd ez lenne a célpont, amit meg kéne torpedóznunk. Oké, újabb ellátóhajó az Azorinál. Jó kör volt. Pótolta veszteséget az előző akcióból. Erüljünk alá, hát ha látunk valamit. Semmi. Kis fülelés. No, bármi, a jó mozgás, mi egyéb. Hogy állunk? Üzemanyag fele. Oké, 260-nál hajó. Ship spotted. Bearing 266. Long range. 8 csomóval távolodik. Elég messze. Hát ezt ott hagytuk. Erre ezt tudom mondani. Nem sokon múlt. Tudunk vele valamit kezdeni, de nem. Picit hamarabb kiszúrjuk, akkor még ráfordulhattunk volna, így. Így igazából nincs értelme. Bármilyen hajó, valahol. Ja, hogy köd. Nem történik semmi. Szovjet akció, ez egy konvoj. Miért szágult 9 csomóval, azt nem tudom. De attól még megpróbálom becserkészni.
egy állunk idője. Beértük a... Itt a konvoj, csak olyan rossz a látási viszony, hogy... Nem tudjuk, hol vannak konkrétan. Itt vannak valahol, nem túl messze. Hogy itt vannak a hajók, és nem látom. A 20-30-40 fokra írja. Egy C2. T3-as tanker. Osztályú. Na mindegy. Méter. Yes, sir.
Ha jól csináltam, akkor azért lehet egy T3-as tankerünk. Masszív másodlagos robbanások. És süllyedt. Vagy elég rá, vagy nem egy torpedó. Meg vagy perce talál, vagy nem. Nem talál, most van talál, csak nem robbant. Ha, ki tudja miért. Oké, hát akkor ez erről ennyit. Oké, egyszerűen simálkoljunk ki.
Kilőttünk egy T3-as tankert, az azért elég jó fogás. Az legyen elég mára. Hogy állom tartalékból? Sehogy. Ennyi és nem több. Ezzel mehetünk vissza a felszínre. Lassan. Amit lőttünk, az fincsi volt. A korai sérüléseink meg, hát így jártunk. Köd eltűnik. Na, hát ez a visszaút. Figyelembe véve, hogy rendszeresen megpusztul a játék, visszautat nem játszom le, pedig nyilván nem lenne garantált ez sajnos ebből a pozícióból, de valószínűleg túl sok esemény nem lesz. Egyébként se. Úgyhogy így döntünk. 7 halott. Egy tiszt, meg 6 köz, egy romboló, a repülőt nem kaptuk meg, pedig lelőttük. Meg 3 hajó, ami azért együtt 30 ezer tonna, úgyhogy nem egy rossz kör. 2 tanker, egy T2-es, meg egy T1-es, meg egy valami egyéb, hiszem egy C2-es, vagy valami ilyesmi. Jó kör volt. De sajnos voltak veszteségeink, folytatjuk.